Egy gyors bemutató, de a város első embere már rutinosan veszi kezébe a fogót, néhány perc múlva pedig a helyére is került. Réfalu városrész legújabb utcájának névtáblája. Április 26-án a közgyűlés elfogadta egyöntetűen, hogy a legújabb utcát Dr. Körösi Tamás utcának nevezzük el. Itt vagyunk Réfalu városrészben. A Kál intézet nagyon közel van ehhez a helyszínhez. Azt az utat, ami a Kál intézet utcája, az, hogy van egy neve, azt nem neveztük át. Viszont tekintettel, hogy Dr. Körösi Tamás egy kiváló szülész-nőgyógyász volt, mind a mellett ő volt az orvos igazgatója nagyon hosszú időn át a győri Kál intézetnek. Több mint 5000 gyermek, győri gyermek és Győr környéki gyermek köszönheti neki az életét. Úgyhogy ő nagyon sokat tett azért, hogy a nők egészségéért, a családok gyarapodásáért Győr városában. Egy tudós volt, aki a gyakorlatban is tevékenykedett aktívan. Úgyhogy egy példakép Győr városában, és úgy gondolom, hogy és a közgyűlés így gondolta, hogy méltó arra, hogy egy utca viselje a nevét, közelében annak az intézménynek, amit évtizeden át sikeresen vezetett. Az új út, ahogy ezt a tábla is mutatja, egy zsák utca, ahol több új lakóház is épült. Nagy öröm számomra, hogy tulajdonképpen egy új utca jön létre itt Réfaluban. Az pedig külön öröm, hogy ez Dr. Körösi Tamás nevét fogja kapni, aki azt gondolom, hogy egy nagyon megbecsült polgára volt Győrnek, és hát nem csak Győr, de nagyon sok győrinek, győri édesanyag, győri családnak segített azért, hogy gyermek áldásban részesülhessen, és hát tette ezt mindezt ilyen keresztényi odafordulással, úgyhogy azt gondolom, hogy ennél méltóbb elnevezés itt nem messze a Kál intézettől, ahol doktor úr működött, ennél méltóbb elnevezést nem kaphatna ez az utca, ami egyébként be fog kapcsolni egy rendkívül szépen megvalósult lakóház projektet, úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy ilyen módon tud gyarapodni a körzet, amelyet képviselek. A városvezetés szerint az utca méltó nevet kapott, hiszen egy díjazott doktor nevét viselheti, akinek több ezer győri gyermek köszönheti az életét. Jó irány, hogy utcaneveknél most az a tendencia, vagy az elv érvényes, hogy olyan ismert emberekről próbálunk, akik akár a magyar történelemben, vagy akár Győrében nagy szereppel bírtak, és Dr. Körösi Tamás egy ilyen ember volt. Aki ismerte őt, személyesen egy lenyűgöző, óriási tudású, zseniális orvos volt, aki nem csak orvosként volt nagy, hanem az a publicisztika, az a munka, amit letett az asztalra, az világ hírű volt, tehát egy elképesztő nagy tudásra rendelkezett. Nagyon sok győri fiatal és gyermek köszönheti neki egy család a boldogságát, hiszen több mint egy gyermek született meg az ő áldásos tevékenységével, annak köszönhetően, amit itt a K-intézetben végrehajtott. Én nagyon büszke vagyok rá, személyesen is volt szerencsém ismerni, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a Szent László díjat annak idején az én előterjesztésemre támogatta, és együtt érte vele Dr. Dézsev, a polgármester úr, és megkapatta azt az elismerést. Azt hiszem, hogy méltó emlék neki ez az utcanév is. A Dr. Körösi Tamás utca mától tehát hivatalosan is Győr új utcája, amely a térképre is felkerült.